Ma már szinte természetesnek vesszük, hogy az iskolai oktatásban, pláne a művészeti tárgyak terén nagyon fontos, vagy inkább nagyon fontos lenne a komplexitás, hogy a zene és a képzőművészet egymástól elválaszthatatlanok. 30 évvel ezelőtt azonban forradalminak számított ennek a bevezetése, a művészeti iskola szellemi alapjainak a kidolgozása ugyanis ekkor kezdődött meg. Stúdiónk vendégei Apadi Mária, az azóta természetesen megalakult Nevelési Központ Művészeti Iskolájának művésztanára, zenei vezetője, és dr. Lantos Ferenc festőművész, az iskola képzőművész vezetője. Szeretettel köszöntöm Önöket. 3 évtizeddel ezelőtt mi indított el Önöket ezen az úton, hogy a komplex művészeti nevelést megvalósítsák? Legelőször egy kis kiigazítást szeretnék tenni. Ez nem a Nevelési Központ Művészeti Iskolája, hanem a Művészeti Szabad Iskolája. Mert két iskola, ilyen jellegű iskola van a Nevelési Központban. A 30 évvel ezelőtt pedig tulajdonképpen azért kezdtünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert azt tapasztaltuk, hogy mind a két területen vannak olyan nehézségek, ami miatt tulajdonképpen a művészetinek nevezett nevelés egy kicsit akadozik, és egy kicsit funkciótlanná kezdett válni, és ezt az is bizonyítja, hogy az azóta bevezetett tantervekben is kezdtek ezek a tantárgyak perifériára szorulni. És azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hogyan lehetne ismét fontossá tenni ezeket a tantárgyakat, mégpedig nem szavakkal és nem érveléssel, hanem a gyakorlaton keresztül. Tehát, hogy nem mi mondjuk azt, hogy fontosak ezek a tantárgyak, hanem azok a kollégák, más szaktárgya képviselői mondják azt, hogy fontos nekünk ez a fajta művészeti nevelés, mert ezt akkor minden területen, ennek a tapasztalatait és a szellemi, szemléleti hátterét minden területen tudják használni. Ezt tartottuk nagyon fontosnak. 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtek ezen gondolkodni, és mikor lett ebből iskola? Tulajdonképpen 1985-től vagyunk Pécsett, szintén a Nevelési Központhoz kapcsolódóan. Először zeneiskolaként indult, majd 86-ban művészeti iskolává alakult az iskola két tagozattal, mert ehhez voltak meg a személyi feltételek, zenei és képzőművész tagozattal. Jelenleg. És 92-ben szabadiskolává alakult. Jelenleg hány gyermek, illetve felnőtt, hiszen nem csak gyerekek, hanem az óvodáskortól a felnőttkorig nagyon sokan tanulnak Önöknél. Körülbelül olyan 200-220 beiratkozott tanuló gyerekek, felnőttek vannak. Két első, alsó művészeti előkészítős csoport, ahol 4 és 7 év közötti gyerekek, tehát egész kicsik kapnak olyan általános képzést, ahol zenével, képzőművészettel, mozgással, szójátékokkal együtt egymással összhangban foglalkoznak, és ezek után az alapfokú évfolyamok után kerülnek zenei tagozatra vagy képzőművészeti tagozatra, de több gyerek mind a két tagozatra jár. Tehát nem csak hangszert tanul, hanem jár a vizuális tagozatra is. Hogyan zajlik az iskola napi rendje? Tehát az általános iskolai tanulás, vagy az egyetem, vagy az óvoda után mennek a gyerekek ide az Önök iskolájába? Igen, ez egy délutáni iskola. Tehát elvileg délelőtt is taníthatnánk, de hát ugye a más iskolába járók azok akkor nem tudnak jönni. Tehát délután 1:30-2:00 körül kezdődik, és tart általában este 7-8-ig minden nap. Sok tehetség kikerült már az Önök keze alól? Hát tehetségek is kikerültek, néhány, de tulajdonképpen az iskola koncepciója nem elsősorban nem a kiugró tehetségekre való koncentrálást vette célba, hanem azt, hogy olyan általános művészeti alapképzést adjunk, ami éppen az összefüggések révén minden területre kisugározhat, és ezen belül, tehát ilyen alapképzésen belül, fölfelé, tehát a szakmai magasabb szintek felé is adjuk meg a legnagyobb segítséget. Na most ilyen vonatkozásban
nagyon komoly tehetségek is kerültek ki. Persze, hát ezek nem sokan vannak, mert hiszen nem is lehetnek sokan. Ilyen például ugye a zenei tagozaton most már az utóbbi években föltűnt Szabó Dániel, aki pillanatnyilag a Zeneakadémia jazz tanszakán tanul tovább, és éppen most a napokban jelent meg az első CD-je. Ilyenfajta komplex művészeti oktatás Magyarország más városaiban művel valaki? Vannak még ilyen iskolák? Pécsén kívül? Hát most már vannak művészeti, különféle művészeti iskolák, és elég sok tanítványunk és tanárkollégával tartjuk a kapcsolatot az országban, akik tulajdonképpen a 80-as paksi tábortól kezdve megjárták a mindenévi, a legtöbbjük a mindenévi művészeti alkotótábort, amit pontosan azért tartottunk fontosnak, hogy egy közös gondolkodást alakítsunk ki ebben a komplexitásban, és hogy a zenészek például az improvizációt saját maguk is meg tudják tanítani, mert mi annak idején ezt nem tanultuk. Tehát ezt itt táborokban az érdeklődő tanárok már tényleg 20 éve, közel 20 éve próbálják tanulni, úgyhogy mindenki a saját városában valamit már elkezdett ezen a területen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ma az országban sokan fontosnak tartják ezt a dolgot, és pontosan ez követelte ki, ez az igény követelte ki azt, hogy a zeneiskolák számára a minisztérium az improvizációtan tárgyat például most szeptembertől hivatalosan bevezette. Ennek a tantervét önkészítette, és most a zeneiskolákban e tanterv szerint dolgoznak majd? Ez egy fakultatív tanterv lesz. Fakultatív vagy szabadon választható kötelező tantárgy. Ugyanúgy, mint a zenei történet, vagy a kamarazene, vagy a zenekari gyakorlat. De minden esetre nagyon lényeges, hogy már beépült a zeneiskolai oktatásba. Kár, hogy így külön épült be, külön tantárgyként, sokkal hatékonyabb lenne, ha mindenki a saját hangszeres tárgyába, vagy saját zenei tantárgyába beépítve komplex módon tanítaná, és éppen így a kötelező iskolai rendszerben is, az énekiskolai oktatásban fontos lenne ez. Önök mindketten tanítanak az egyetemen is ezt a módszert, amit itt a Művészeti Szabadiskolában alkalmaznak. Alkalmazni tudják-e az egyetemen is, vagy cél ez egyáltalán? Hát ez nagyon fontos cél lenne, mert hiszen az egyetemen képződnek azok a tanárok, akiknek többek között a zeneiskolákban, vagy egyáltalában a bármilyen típusú iskolákban ezt az improvizációt, tehát a nyelv, anyanyelvi szintű önálló alkalmazását oktatniuk kell. Tehát a Márjának van az egyetemen, a zenei tanszéken belül egy improvizációs kamarazene csoportja. Én pedig a képzőművész tanárképzés esetében kimondottan azokat a tapasztalatokat alkalmazom a hallgatók munkájában, amelyeket ebben az iskolában kísérleteztünk ki. És úgy vettem észre, hogy a hallgatók, minden egészségesen gondolkodó hallgató erre nagyon fogékony. És nagyon komoly érdeklődést tapasztalok a részükről éppen a komplexitás iránt. Tehát erre mindenképpen szükség van, hogy az összefüggésekre figyeljünk, de nagyon kell nekünk ügyelni arra, hogy ezek az összefüggések ne ilyen felületi és állösszefüggések legyenek, hanem valóban a dolgok belső lényegéhez tartozó tartalmi összefüggések. Mert igazából ez viszi csak tovább előre a dolgokat. Hiszen, igen, ezt kiegészítésként gondoltam mondani, hogy az egyetemen egy ilyen úgynevezett komplex művészeti nevelés kurzust indítottunk hárman, a Lakner Tamás is, és mi ketten, és nagyon nagy az érdeklődés, kb. 30-an vannak, tehát a leendő tanárok nagyon nyitottak erre a dologra, és ennek köszönhető az is, hogy például 4 tanítványom már az iskolában bizonyos óraszámmal kisegítésként tanít is. Hisz jelenleg az iskolákban, jól tudom, ez úgy működik, hogy van rajzóra, meg énekóra, de külön tanárok egymástól teljesen függetlenül saját tanterv szerint dolgoznak a gyerekekkel, holott ezt lehetne együtt is csinálni, talán hatékonyabb lenne.
Erre már nagyon jó példa, például az Ágoston téri általános iskola, ahol már az idén a második olyan osztály indult, ahol a rajzot és az éneket megpróbálják komplex módon, tehát egymással összefüggésben tanítani. És ez nagyon-nagyon fontos, mert tulajdonképpen ez a mi eddigi munkánknak azt az oldalát hangsúlyozza, amelyik nem elsősorban a tehetséggondozásra, hanem az úgynevezett közismereti művészeti képzésre vonatkozik, vagyis nyitja azt a skálát, amit eddig mi kikísérleteztünk mondjuk szűkebb művészeti iskolai keretek között. Köszönöm szépen a beszélgetést, és úgy tűnik, hogy van sok terv, és van sok tennivaló még ezen a területen. Én ehhez jó munkát kívánok Önöknek. Köszönöm szépen.